Ötödik forduló a Fejér vármegyei kupában, ahogy haladunk előre az időben, úgy szűkül a keresztmetszet, potyognak ki a csapatok a rostán, a miénk csak emlékeztetőül a Kajászó Ráckeresztúr Kápolnásnyék Belojanis búcsúztatásával érkeztek el a Kinizsi Sárost összecsapásig, míg a vendégek a Sárszentágota, az Abasárvíz és az Alap kiejtésével. Az április 24-i összecsapásra annak dacára is sokan kíváncsiak voltak, hogy ez egy hétközi találkozó volt, ráadásul farkas ordító hidegben került rá sor. Mindjárt az elején letámadnak a vendégek, Majlát okosan sarkasz Klémannak, Norman felszedi, ebben több volt, de nem bánjuk. Ismét Klémann tör előre, picit hosszú neki a laszti, Norman előnyösebb helyzetben. Kuni saját térfeléről küzdi fel magát és teszi ki Andrejnek, aki az érkezők elé tálal, hódula jön is, de 5 méterről Bolla kezébe adja. Jövünk előre Juhász labdája lak irányába, Kuni tisztán, gólhelyzet, ezt elszúrja most egy picit a kinizsi üdvöskéje. Majlát szöglete után zavar a védelmünkben, Klémann előtt villan a helyzet, üggyel bajjal tisztázunk. A 38. perc búzás készül a szöglethez, bemutatja a formulát, a sárga-kékek egy kupacban, Hudulához a labda, ő pedig nem teketóriázik hangos tapsa lelátón, és öröm a kispadról. A pihi előtt Kuncsen labdát rákinálja 20x-ről, Bolla hárít, a ráadásul már nem ér igazán oda. Még megnézhetjük Majlát Szabiát, nagy készülődés, de gondot nem okoz. Kushegyi dobása, majd beadása után bajban vagyunk, Vámos tisztán fejelhet a kapura, Norman jó érzékkel hárít, itt már kevésbé magabiztos, Dvéri találatát les miatt anulálja Kerkuska. Ez egy kapunk elé perdült labda, Klémann okoz némi gondot, Norman kiöklözi, de már Szabi kifelé. Szép emlékeket idéz Rebők szöglete, ismerjük a jelzést, vagány megmozdulás az aranylábú kinizsi focistától egyből kapura tekeri, Bolla nyújtózik egy nagyot. André futtatja Juhászt, aki megindul befelé, meg is csinálja a cselt, az elgurításba viszont némi hiba csúszik. Nyolcvanötödik perc, ha jól látom, a meccs legjobb vendégjátékosától, legalábbis a most látottak alapján Majláttól, Mónus most nagyot hibázik, Klémann él a lehetőséggel. Újra nyitott minden. És a slusszpoén a végére, Kun szép egyéniét nem tudjuk mutatni, a vendég szurkoló hátát pedig nem akarjuk, a gólöröm azonban jelzi, hogy a 90. percben elért találattal a Kinizsi tovább jutott a kupában. A folytatást illetően van már itinerünk, május 8-án Móra az Ezerjó városába utazunk, majd egy kis mámorért, de előbb még hétvégén bajnoki itthon a Mány-Bicske 2 összefogás ellen. Hajrá srácok, hajrá Kinizsi!